Guy de Maupassant, Pierrot. Madame Lefebvre özvegyasszony volt, a vidéki félparaszti, fodros szalagos, cifrakalapos nők fajtájából, akik zsíros tájszólással beszélnek, a nagy nyilvánosság előtt rátartén fújják föl magukat, s úri igényű, de nyers lelküket komikus és tarka külsővel takarják, úgy, ahogy vaskos, vörös kezük bújik el a nyersejem kesztyűikbe. Volt neki egy jó lélek, egyszerű paraszt cselédje, akit Rose-nak hívtak. A két nő egy apró, zöld zsalus házban lakott Normandiában, az országút mentén, a Co-vidék közepe táján. Mivel portájuk előtt holmi szűk kertecske volt, zöldségeket termesztettek benne. Egy éjszaka aztán ellopták, vagy egy tucat hagymájukat. Rose, amint észrevette a tolvajlást, tüstént asszonyáért szaladt, aki gyapjú szoknyában sietett le. Kétségbeesés és iszonyat. Madame Lefebvre-t meglopták, meglophatták. S ha egyszer tolvaj van a környéken, az most már vissza is térhet megint. A két rémült nő nézegette a lábnyomokat, össze-vissza beszélt, találgatott. Nézd csak, erre jártak. Felkapaszkodtak a falra, beugrottak az ágyasba. Rettegtek a jövőtől. Most már aludniuk sem lehet többé nyugodtan. Az eset híre szétfutott. Eljöttek a szomszédok, ők is megállapításokat tettek. Vitatkoztak, s a két nő minden újonnan érkezőnek kitalálta nézeteit és feltevéseit. A mellettük lakó egyik majoros gazda ezt a tanácsot adta. Kutyát kéne tartaniuk. Persze, ez az igazság. Kutyát kéne tartaniuk, hagy ébre nem, arra, hogy fellármázza a házat. Nem valami nagy dögöt, az Isten érde, hogy is. Mit csinálnának egy nagy kutyával? Tönkre zabálná őket. Hanem valami apró ebet. Normandiában Queennek hívják. Olyat, egy kis csaholó, jelentéktelen jószágot. Mihelyt az utolsó látogató is elvonult, Madame Lefebvre hosszasan megvitatta ezt a kutya ötletet. Alaposan megfontolta, ezerféle kifogást tudott mondani, mert az ételmaradékkal teli kutyatálképe rettegéssel töltötte el. Abból a takarékos, vidéki asszonyfajtából való volt, akik mindig centeket hordanak a zsebükben, hogy tüntető módon csúsztathassák az útszéli koldusok markába, vagy a vasárnapi persejekbe. Rose, aki szerette az állatokat, fölvonultatta érveit, s agyafúrtan vitatkozott. Végre elhatározták, hogy szereznek egy kutyát, egy egészen csöpp kutyát. Kérdezősködni kezdtek, de csak nagy komondorokat kaphattak volna, léhabzsoló, sokat zabáló dögöket. A Rolvilli fűszeresnek lett volna ugyan egy egészen pici kutyája, de 2 frankot kellett volna érte fizetni, az eddigi tartás fejében. Madame Lefebvre kijelentette, hogy szívesen tart kosztal egy apró ebet, pénzt azonban nem ad ki érte. Végre aztán a pék, aki tudott a dolgok állásáról, egyik reggel a kocsiján egy furcsa, pöttömnyi teremtményt hozott magával, mely egészen sárga volt, szinte lábak nélkül, krokodilforma testtel, rókafejjel, s mindehez egy kunkorgó farok, valóságos sisakforgó, egymaga olyan nagy, mint az egész állat. Valamelyik vevő így akart megszabadulni a kutyájától. Madame Lefebvre határozottan csinosnak találta ezt a piszkos, teljesen értéktelen korcsot. Rose meg is csókolta, s megkérdezte a nevét. A pék felelt. Pierrot. Egy ócska szappanos ládába kvartélyozták, s először is ivóvizet tettek elébe. Ivott. Azután egy darab kenyér következett. Evett. Madame Lefebvre-nek, aki nyugtalankodott, jó ötlete támadt. Később, ha már megszokik, majd szabadon engedjük. Ide-oda kószálás közben ennivalót is fog találni. Csak ugyan szabadon engedték, ami a kutyát nem akadályozta meg abban, hogy állandóan éhes ne legyen. Általában csak olyan korugatott, ha a falni valóját követelte. Ekkor azonban annál dühösebben. Bárki bátran beléphetett a kertbe. Pierrot farkcsóválva köszöntött minden érkezőt, s teljesen néma maradt. Madame Lefebvre azonban hozzászokott az állathoz. Sőt, már szerette is. És olykor saját kezüleg nyújtotta oda neki a raguja levébe mártogatott kenyérdarabkákat. Nem gondolt azonban az ebadóra, és mikor egyszerre 8 frankot követeltek tőle, 8 frankot, asszonyom, ezért a semmi kis mitugrászért, amely még csak nem is ugatott, majdnem elájult elképedésében. Azonnal határozattá vált, hogy Pierrotnak kiadják az útját. De senki sem vállalta. 10 mérföldnyi körzetben mindenki visszautasította. Ekkor abban állapodtak meg más megoldás híján, hogy földet fognak vele szagoltatni.
Földet szagoltatni annyit tesz, mint a mezei márgás gödörbe dobni. Ez történik minden kutyával, amelytől meg akarnak szabadulni. A lapos sík közepén kunyhófélét pillant meg az ember, vagy inkább egy egészen törpe szalmaföldet, amely a földön gugol. Ez a márgás gödör szája. 20 méter mélységű, nagy kút indul itt meredeken a föld alá, s fenekén hosszú öreg járatok csomópontja van. Évenként egyszer szokás leszállni ebbe a bányába, mikor a földeket márgázzák. Az év többi idején ez a halálra ítélt kutyák temetője, s ha az ember a kútnyílás táján halad el, gyakran hatol föl hozzá panaszos vonyítás, vad és kétségbeesett ugatás, keserves segítségkérő üvöltözés. A vadász és juhász kutyák rémülten rohannak el a nyöszörgő kút széléről, s ha az ember föléje hajol, undorító rothadás szag üti orron. Rettentő drámák játszódnak le a kút homályában. Ha egy-egy állat már 10 vagy 12 napja vívódik a mélységben, az előtte elhult állatok romlott maradványain tengődve, egyszerre csak egy új kutya zuhan mellé, amely bizonyára tápláltabb és erősebb nála. S most itt vannak együvé zárva, kiéhezetten, csillogó szemekkel. Lesik, kerülgetik egymást, habozva, félve. Az éjség azonban űzi őket, egymásra rohannak, sokáig elkeseredetten marakodnak, s az erősebb megeszi, elevenen falja föl a gyöngébbet. Mikor határozottá lett, hogy Pierrotval földet szagoltatnak, embert kerestek, aki az ítéletet végrehajtsa. Az útkaparó 10 szút kért. Madame Lefebvre ezt őrült követelésnek mondta. A szomszéd hedese 5 szóval is beérte volna, de őt is drágállották. Mikor aztán Rose kifejtette, hogy tulajdonképpen helyesebben tennék, ha ők maguk vinnék ki az állatot, mivel így útközben sem bántalmaznák, és nem kapna ízelítőt a rája váró szomorú sorsból, elhatározták, hogy az éj leszálltával kettesben vonulnak el a kutyával. Akkor este kivételesen jó levest kapott az áldozat némi vajjal. Az utolsó cseppig fölhabzsolta, és mikor elégedetten kezdte csóválni a farkát, Rose a kötényébe emelte. Nagy léptekkel osontak át a síkon, mint a tolvajok. Nem sokára megpillantották a márgás vermet, s odaértek. Madame Lefebvre a nyílás fölé hajolt hallgatózni. Nem hangzott fölnyöszörgés. Pierrot egyedül lesz odalent. Akkor az okogó Rose megcsókolta az ebet, aztán ledobta a lyukba. Most mind a ketten a kába fölé hajoltak, fülüket hallásra feszítve. Előbb valami tompa zaj ütődött föl, majd egy éles, fültépő vonyítás. A megsebesült állat panasza, apró, fájdalmas vakkantások, kétségbe esett lázadó ordítás, a kutya fölszegett torkú csengő jajgatása és ugatás. Ó, micsoda ugatás! A két nőt lelkiismeret furdalás támadta meg, valami őrült és megmagyarázhatatlan rémület és borzadály. Futva menekültek. Madame Lefebvre kiabált a gyorsabban rohanó Rose után. Várj meg, Rose! Rose, várj meg! Az egész éjszaka a lidérces rémlátások közt hánykolódtak. Madame Lefebvre azt álmodta, hogy az asztalnál ül, s éppen a leveshez akar kezdeni, mikor a fedőt fölemelve egyszer csak Pierrot ugrik ki a tálból, s orron harapja őt. Fölriadt, s úgy rémlett neki, hogy még mindig hallja a kutya ugatását. Fülelt. Csak káprázat volt. Újra álomba merült, s most valami végtelen hosszú út közepén találta magát. Ment, mendegélt, s egyszerre csak egy nagy, befödött, elhagyatott parasztkosár tűnt eléje, amely félelemmel töltötte el. És mégis ki kellett nyitnia a kosarat. Pierrot kuporgott benne. A keze után kapott, s nem engedte el többé. Madame Lefebvre kétségbe esetten menekült, de kezén összeszorított állkapcsokkal lerázhatatlanul csüngött a kutya. Alig pitymallott, Madame Lefebvre fölkelt, s félig őrülten rohant ki újra a márgás gödörhöz. A kutya még mindig ugatott, egész éjjel ugatott. Az asszony zokogni kezdett, s ezerbecéző szócskát gügyögött le a verembe. Pierrot a kutyai hang összes hízelgő árnyalatával nyöszörgött vissza. Madame Lefebvre újra látni akarta az ebet, s esküdözött, hogy mindhalálig tejben vajban fogja fürözteni. Elrohant a kútvályóhoz, aki a márgás gödröt kotorni szokta, s előadta neki az ügyét. Az ember szótlanul hallgatta. Mikor vége szakadt a lelkendezésnek, csak ennyit mondott. A kutyáját akarja? 4 frank. Madame Lefebvre összerázkódott. Szívfájdalma egy pillanat alatt elmúlt. 4 frank! Nem fél a jó Istentől? 4 frank!
A márgás ember felelt. Hát az asszonyság azt hiszi, hogy a cókmókjaimat, a kötelet meg a tekerőrudomat csak úgy odacipelem, azt lemászok abba az oduba az inas gyerekkel együtt, megharaptatni magam azzal a döggel, csak azért, hogy maga visszakapja a kutyáját. Madame Le Ferme bőszülten távozott. 4 frank! Mihelyt hazaért, Róz után kiabált, s elmondta neki a kútásó követelését. Róz szokott lemondó hangsúlyozásával ismételgette. Jaj, 4 frank! Ah, bizony sok pénz, asszonyom! Aztán fölvetette az ötletet. Hát, ha ennivalót hordanánk szegény kutyusnak, akkor nem pusztulna el. Madame Le Ferme örvendezve helyeselt, s jókora vajas kenyeret kanyarintva már is útnak indultak. Apró darabokra a szelve dobálták le a karét, s felváltva szólongatták Pierrot. A kutya minden lenyelt falat után ugatva sürgette a következőt. Este újra kimentek, másnap megint, és így tovább minden nap. Csak hogy most már csupán egy fordulót tettek a gödörhöz. Egy reggel aztán, mindjárt az első ledobott falat után, rettenetes zenebona tört föl a mélységből. 2 kutya volt odalenn. Egy új, nagy halálra ítélt került Pierrot mellé. Róz lekiáltott. Pierrot! És az eblelkendezve ugatott vissza. Ekkor újra lemenesztettek néhány kenyérdarabot. Mindannyiszor világosan hallották a felzúduló marakodást, mely Pierrot panaszos morgásába fúlt, mert az erősebb vetélytárs megharapta, s mindent elvett előle. Hiába magyarázgatták. Ez a tiéd, Pierrot! Pierrot nyilván ékoppon maradt. A 2 nő zavarodottan bámult egymásra. Madame Le Ferme elkeseredetten nyögte ki. Elvégre nem táplálhatom az összes ledobott kutyát. Abba kell hagyni az egészet. S lesújtva a gondolattól, hogy a sok kutya mind az ő élelmét élné föl, visszaindult a gödörtől. Még a megmaradt kenyeret sem hagyta ott, hanem útközben maga kezdte majszolni. Róz követte, kék kötényes sarkával törülgetve szemét.